Magyarországon annak, aki közúti forgalomban vesz részt, egyáltalán nem szabad alkoholt fogyasztania. A hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke szerint viszont érdemes lenne felülvizsgálnia a zéró tolerancia elvét. Légliótó azt mondja, hogy a hazai borászati ágazatnak, főleg vidéken, ahol a tömegközlekedés nem olyan kiterjedt, mint a fővárosban, komoly károkat okoz, hogy egy pohár fogyasztása után már nem lehet vezetni. Mészáros Pál borász egyetért ezzel, és úgy véli, el kellene törölni a zéró toleranciát. Nagyon kéne enyhíteni ezen a szigorú rendszeren, mert azokat, akik betartják, és hát innának egy deci bort, azokat büntetik, és azokat kéne büntetni, akik többet isznak, és tényleg hát italosan ülnek a volán mellé, és úgy okoznak balesetet. Mert régen is volt aratópálinka, és fenték a kaszát, és nem voltak újtalan kaszások. Tehát nem vágták el a kezüket még egy fél deci pálinkától se. Takler Ferenc borász azonban úgy véli, kedvezőbb adózással lehetne segíteni az ágazatot, nem egy olyan szabály enyhítésével, aminek a feloldása akár beláthatatlan következményekkel is járhat. Én, mint borász, aki örülne ennek, ha eltörölnék, nem merem azt mondani, hogy igenis töröljék el, mert nem tudok számolni a következményekkel, és azt gondolom, hogy vannak sokkal fontosabb pontok ennél, amelyek a borkultúrát kirángatnák a kátyúból, inkább én azokkal foglalkoznék. Az alkohol egy sejtkárosítószer. A lebontásához oxigénre van szüksége a szervezetnek. Ezt az oxigént a normál sejtek működésétől vonja el, vagyis oxigénhiány alakul ki a szervezetben, amire az idegsejtek a legérzékenyebbek. Egy kevés alkohol fogyasztásával is megváltoznak az érzékeink, a szemlátótere beszűkül, a reakcióidő pedig megnő. A vezetés amúgy is egy összetett feladatsor, észlelés, döntéshozatal, vezetési technika. Az alkohol mindegyikben negatív hatást mutat, mondta a szakértő. A döntéshozatali idő megnyúlik az alkohol hatására, a hibás döntések száma megemelkedik, és nem is úgy tudja a finom mozgásokkal korrigálni az ember. Szóval mind a három ponton, ami igazából szükséges a vezetéshez, mind a három ponton ez így károsodik az alkohol hatására. Ezzel ugye a baleset kockázat azért elég jelentősen megemelkedik. 10 testsúly kilogrammonként bomlik le 1 gram alkohol szint óránként, tehát egy teljesen egészséges 80 kilogrammos embernél 1 óra alatt 8 gram alkoholt bont le a szervezet. Egy korsó sörben közel 20 gram alkohol van, tehát azt egy ilyen testfelépítésű ember 2,5 óra alatt bontja le. A 0,3-0,4 közötti véralkohol szint is megduplázza a baleseti kockázatot. Ez csak a szekszárdi járásbíróságnak az illetékességi területete. A szekszárdi törvényszék szóvivője azt mondja, a bírósági statisztikák szerint komoly gondot jelentenek az alkoholt fogyasztó sofőrök. Súlyos vagy halálos sérüléssel járó balesetet 9 alkalommal okoztak csak a szekszárdi járás területén. Emellett pedig több száz bírósági ügy indult enyhe sérülésekkel járó részeg sofőrök miatt. A szekszárdi járásbíróságon 2014 és 2020 első fél éve között összesen 646 darab ittas járművezetéses bűncselekmény került elbírálásra. Ezek azok a bűncselekmények, amelyek úgy zajlottak, hogy vagy igazoltatással értek véget baleset nélkül, vagy pedig anyagi káros baleset történt, esetleg könnyű személyi sérüléssel járó baleset történt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács azt javasolja, hogy 2020-ban vezessék be a zéró toleranciát az unió teljes területén. Az ittas vezetés szabályozása ugyanis jelenleg országonként eltér.